Idén is fűrészpor illatú, látványos bemutatókkal készült az építészeti és faipari szakgimnázium és szakközépiskola szakmák éjszakájára. Az épfa iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Vidéki általános iskolákból is jönni fognak, Törökszent Miklósról, Rákóczi falváról, Fegyvernekről, Jászlóskun-Szolnok megyei iparkamara segítségével tanulókat utaztatnak intézményünkbe. A jelentkezők körében a népszerűségi listát a dekoratőr képzés vezeti. Nagyon sok fele el lehet helyezkedni, ha dekoratőr végzettséggel rendelkezik valaki. Többek között különféle kiállításokat tud rendezni, illetve esküvő dekorációkat is, illetve reklámcégeknél. Volt, akit édesanyja kísért el az iskola bemutatkozó programjára. Miután még neki nincs elképzelése, ezért úgy gondoltuk, hogy már most kezdünk elindulni, hogy hát ha valami megtetszik, és akkor azt már jövőre, már célirányosan tudunk abba az iskolába menni, ami érdekli. Balázs csupán hatodikos, de elképzelése már van a jövőt illetően. Anya azt mondta, hogy azért, mert úgy gondolja, hogy én erős vagyok, hogy én ilyen fizikai munkára képes vagyok, és szerintem én is úgy gondolom. Stílusos fogadtatás a Sipos Orbán szakképzőiskolában. A 80-as évek slágerei mellett az iskola minden apró részletre adott, a retro jegyében rendezett pénteki program természetesen az intézményben folyó képzésekről szólt. Fontosnak tartsuk azt, hogy bejöjjenek. Nem kell feltétlenül tudniuk, hogy milyen szakmát szeretnének, egyáltalán ismerkedjenek meg azzal, hogy mi az, hogy szakma, mi az, hogy szakképzés, mit lehet elérni azzal, hogyha majd ebben az iskolában tanulnak. Az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részszakképzése mellett asztalosokat, számítógépszerelőket és karbantartókat, valamint szakácsokat és cukrászokat képeznek. Ők a pénteki nyílt napon ugyancsak a múltat idézték meg. Kókuszgolyó, kókuszcsók, a habcsókot például ilyen pálcikára tettük, a kolléganő készített ilyen nyalókát, úgyhogy a vendégeknek is kaptak ilyen kiöntött nyalókát, most ezekkel készültünk. A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott szakmák éjszakája országszerte megmozgatta a szakképzési centrumokat. A csatlakozó iskolák egyöntetű véleménye, hogy a program hatékonyan hozzájárul a pályaválasztás sikeréhez.